Zegasztár. Szombattól a nézők is szavazhatnak. Projektzáró. Elkészült a Kosztolányi utca két irányosításának első üteme. Téli üzemmódban. Megkezdődött a krízis időszak a hajléktalan ellátásban. Ez az a Legerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Háhorvágy vagyok. 2023. november 24-e péntek van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Szombaton a nézők is dönthetnek arról, kit szeretnének a színpadon látni december 9-én az Egasztár gáláján. A zsűri múlt héten vasárnap bejelentette a 9. Zalegerszegi tehetségkutató verseny elődöntőjéről továbbjutók névsorát. Az első körből kimaradó 36 produkció számít mostantól a lájkokra. A Zalaegerszegi Televízió és az Önkormányzat Összművészeti Tehetségkutatója iránt idén is nagy volt az érdeklődés. 54 produkcióval érkeztek a fiatalok a keresztúr VMK-ba, hogy megmutassák tehetségüket. A vers és prózamondás kategóriában öten álltak színpadra. Közülük Besenci Zsongort, Pilise Leventét és Frankovics Gréta Luizát találták a legjobbnak az ítészek. Nem könyörögni, parancsolni, csak egy magamban kicsit pancsolni. Csak egyedül úgy vágyom erre, mint katona, ki most szerel le. A modern és társas tánc kategória mezőnye ezúttal is népes volt. 14 egyéni és csoportos bemutatót láthatott a zsűri. Döntésük értelmében Hadászi Kovács Kármen és Szente Virág mellett biztosan ott lesz a gálán a Motion -e csapata. Nagy formációval érkezett az elődöntőre az alai táncegyüttes egyesített utánpótlás csapata. Azonnal belopták magukat a bírálók szívébe. A csoporton kívül Ádám Martin Bálint, valamint a Böjte Júlianna Somogyi-Roland páros képviseli december 9-én ezt a kategóriát. népdalcsokorból sem lesz hiány a gálán. Csiszár Alisz szólista mellett a tűzlilium éneklőcsoport és a Pipacsok produkcióját is láthatják majd a nézők a Hevesi Sándor Színház színpadán. Herceg Zsófia, Rétvári János és Besenci Hella a további utói a komoly zene kategóriának, míg könnyű zenében Sárközi Rolandot, Májer Zsupányi Csengét és Miklós Vivien szeretné ismét meghallgatni a zsűri. A 9. a fellépőinek sora korán sem teljes még. Kategóriánként egy-egy versenyzőt a közönség juttathat tovább. Szavaznia az Egerszegi Hírek Facebook oldalán lehet november 25-től december 3-a vasárnap éjfélig. A hírportál közösségi oldalán létrehozott Zagasztár Albumban minden olyan produkció megtalálható, ami bízik a rajongók lájkjaiban. Ha pedig a teljes elődöntőre kíváncsiak, kapcsoljanak a Zalaegerszegi Televízióra november 25-én és 26-án, majd december 2-án és 3-án 18 órától. Mindeközben elindul a jegyértékesítés a gálára. Belépők 1500 forintos egységáron, november 28-ától igényelhetők a Hevesi Sándorszín házszervezési osztályán. Befejeződött a két és fél milliárd forintot meghaladó közlekedésfejlesztési program az Alai Vármegye 100 Százszázalékos Európai Uniós forrásból 5,6 km hosszú kerékpárutat építettek, és elkészült a Kosztolányi utca kétirányosításának első üteme. A gyalogos és kerékpáros barát belváros közlekedési feltételeinek megteremtését, valamint a Kosztolányi Dezső út kétirányosítását szolgáló projekt eredményeiről Bali Zoltán alpolgármester számolt be a Városházán. A településfejlesztési operatív programunk egyik legnagyobb projekteleme volt a gyalogos és kerékpáros projektünk, amely keretében több projektelemet valósítottunk meg Zalegerszegen, hiszen ennek volt a része a Kosztolányi út kétirányítása, ami ugye a Kossuth utca forgalomcsillapítási projektjeként jött létre, illetve számos kerékpáros projektet valósítottunk, és valósítunk meg folyamatosan is. A beruházásnak köszönhetően a belvárost és a külső település részeket korszerű és biztonságos bicikli utak kötik össze. A belváros közlekedését biztosító, a Mincenti tértől egészen a falu múzeumig tartó belvárosi kerékpáros projektünk is ennek a része volt, illetve jelenleg zajló botfai kivitelezés is ennek a projektnek a része, illetve volt pár évvel ezelőtt a déli ipari parkot feltáró kerékpárútfejlesztésünk. Ehhez a végéhez értünk, éppen ezért tartunk a kollégáknak, illetve a közreműködő szervezeteknek, illetve azoknak a kivitelezőknek műszaki jelenőséget, Öröknek, akik részt vettek, egy záró fórumot. A fenntartható közlekedés fejlesztési program tovább folytatódik. A tervek szerint a következő években megkezdődik a falu múzeumtól a Teskándi bekötésig tartó kerékpárút építése, valamint a csácsba vezető szakasz tervezése. Megkezdődött a krízis a hajléktalan ellátásban. A Nyugat-Dunántúli régióban a Magyar Vöröskereszt Zalavár megyei szervezete gondoskodik a fedél nélkül élőkről. Útra keltek a krízisautók, emellett a hajléktalan szállón időszakos férőhelyeket is nyitottak. Tele van a nappali melegedő az a Legerszegi szállón. Tévét néznek és beszélgetnek az idebetérők. Köztük Milei Krisztián, aki 2015-ös vállása óta hajléktalan. Megkapok mindent, amire szükségem van. Azt lehet mondani, hogy végül is majdnem úgy, úgy fogalmaznák, hogy munkásszállóként is üzemelhet, mert tényleg az ember tisztálkodni tud, fűtés van, normális ellátás, a kollégák, a kollégák, a szociális munkások kedvesek, segítőkészek. Balog Robert hosszú ideig élt az utcán, mire elfogadta az intézményi segítséget. Ha csak hagyján, hogy ideg van, de után, e, most, hogy mondjam, a tisztálkodási lehetőség e, nem igazán. Az alegerszegi hajléktalan szálló átállt a téli üzemmódra. Ennek megfelelően plusz férőhelyeket nyitottak az utcán élők fogadására. Jelenleg az eddigi 50 éjjeli menedékhelyes férőhelyünk mellé 25 időszakos férőhelyet nyitottunk. Jelenleg olyan 80%-os kihasználtság tapasztalható az éjjeli menedékhelyen, de az ezt megelőző időszakban már volt, hogy megközelítettük, vagy túl is réptük a 100%-ot. Ugye ilyenkor a hideg idő miatt azért növekszik egyébként az ellátás igénybevétele. Az utcai szolgálat biztosítása mellett a krízisautók is útra keltek a régióban. Szükség esetén meleg takaróval, ruhával, étellel, itallal állnak a bajba jutottak rendelkezésére. Farkas Attila az a Dózsa György magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola hatodik osztályos tanulója nyerte a Magyarság kicsi nagykövete kihívás az Alavármegyei döntőjét, így átvehette a Vármegye kicsi nagykövete címet. A második alkalommal meghirdetett versenyre több ezeren neveztek az országban. A magyar ifjúságpolitika évről évre nagyobb hangsúlyt fektet a fiatal tehetségek felismerésére és a közösségek erősítésére. Ennek keretében indította el Magyarország Kicsi Nagykövete programját, a Generációk Találkozása Egyesület. A 2022-re országos méretű vénőt kezdeményezés elsődleges célja, hogy segítse a fiatalok önfejlesztését és bevonja őket a helyi közösségek életébe. Azért kezdtük el minden vármegyében, hogy a gyerekek a, a közvetlen lakóhelyükhöz, most már vármegyéjükhöz kötődjenek minél jobban, és szeressék, lehetőleg itt éljenek szívesen, itt tanuljanak szívesen, idehozzák a tudást, a tehetségüket, és mindent tudjanak róla. A műveltségi, kreatív és kincskereső feladatokkal színesített online megmérettetés Zalában is sokakat sarkalt munkára. Ezért jelentkeztem, mert szeretek ebbe az országba élni, és büszke vagyok a hazámra, meg a Zala megyére, és ezért jelentkeztem erre, mert sok mindent tudok, sok helyre járok, ezért ismerem Luca tudása révén kiérdemelte a Vármegyek kultúrataséja címet, míg osztálytársa az agrárügyek képviseletére kapott játékos felkérést. Eseményekről mesélni kellett, már helyszíneket kellett mondani, milyen ilyen híresebb. Zala Vármegyek kicsi nagykövete idén Farkas Attila lett. az zalegerszegi kisdiák rendszeres résztvevője műveltségi vetélkedőknek ki kellett találni egy régies történetet, régies szavakkal, megírni kellett ilyen érdekességekről. Például a földönjáró toronyóra vagy a Göcsei falu múzeum. Nagyon sok dolgot én megtudtam, miközben csináltam ezeket a feladatokat, hiszen muszáj volt körülnézem az interneten is, hogy meg tudjam csinálni. Az országos döntőbe jutottak november 30-án Budapesten a Nemzeti Múzeumban adnak számot megszerzett tudásukról. Ott dől majd el, ki lesz az idei évben Magyarország kicsi nagykövete, valamint agrár, kultúr, sport és zöld attaséja. Energiatakarékossági okokból november 27-től hétfőnként zárva tart a Hevesi Sándor Színház jegypénztára, tette közé közösségi oldalán a teátrum. Tájékoztatásuk szerint a téli időszakban 2 péntekig 9-től 17, óra, 17 óráig, előadásnapokon 9-től 19-15-ig, a szombati előadásnapokon pedig 17 és 19-15 között tartanak nyitva. A 3000 diákot fogadták ma az Alazon járműipari tesztpályán. Ezúttal a Mincenti József általános iskola, gimnázium és kollégium tanulóit vezették körbe. A vállalat február óta összesen 35 zalai és Dunántúli Oktatási Intézmény diákjainak mutatta be a létesítményt és az itt folyó kutatásokat. A látogatókat Víg László országgyűlési képviselő köszöntötte, majd ajándékot adott át a 3000. diáknak, Nagy Zoé 9. osztályos tanulónak. Ezt követően Ritec Balázs projektkoordinátor tartott bemutató előadást a tesztpályáról. Közben kérdéseket is tett fel a jelenlévőknek, akik a helyes válaszokért édességet kaptak. Eléggé meglepődtem, nem hittem volna, hogy pont én leszek a ezredik, és eddig a hely nagyon tetszik nekem, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a tesztpálya is, meg elég érdekesnek tűnik, és szerintem ez, hogy így jutalmat kaptak a kérdésekre, az sokkal jobb a tanulás szempontjából, tehát hogy jobban megjegyzik az emberek. A cég célú tűzte ki, hogy minél több diákkal megismertesse a tesztpályát. Általános és középiskolásokat, valamint egyetemistákat is rendszeresen fogadnak. A munkaerő utánpótlás és a fiatal generáció helyben tartása és visszacsábítása is fontos irányvonal. Diákokat hozunk ide, vagy hívunk meg a tesztpályára, bemutatván a teszpálya elemeit, létesítményeit, illetve az itt folyó tevékenységeket. Természetesen ennek elsősorban az a célja, hogy megismertessük a helyiekkel például, hogy Zalegerszeg határában van egy ilyen világszínvonalú innovatív létesítmény, amiben hát a jövőben a mai diákok, hogyha ilyen irányban fognak tovább tanulni, ilyen szakirányú végzettség, szereznek, akkor munkahelyet is tudnak találni. A cég mindig a jelenlévő diákok tudásszintjéhez igazodva mutatja be a tesztpályát, és kvízjátékokkal is színesítik az ismeret átadást. Így valamennyi korosztály érdeklődését sikerül felkelteni az alazón és a műszaki területek iránt. Az egyetemisták részéről is nagyon jó a fogadtatás. Már többekről hallottunk, akik az itteni tapasztalatok alapján döntötték el, hogy akár járműipari mérnökök szeretnének lenni, vagy mehatronikai mérnökök, de egyébként a gépész villamos mérnökök és informatikusok is ugyanúgy találhatnak itt munkát az Alazon Parkban a jövőben. Az előadás után a diákok buszokra szálltak, és egy órás bejáráson vettek részt a tesztpálya területén. A kvízjáték itt is folytatódott. A jól válaszolók értékes nyereményekkel térhettek haza. A férfi kosárlabda élvonalban a kilencedik fordulót rendezik a hétvégén. Azzal kerám, az ETL KK szombaton 18 órától a Sopron KC vendége lesz. Az ETLKK nincs jó formában, hiszen a legutóbbi két mérkőzését a Kaposvár és a Paks ellen is elveszítette. Az utóbbi ráadásul hazai parketten. A házigazda Sopron együttesénél több változás is volt az elmúlt időszakban. A klub elküldte külföldi centerét, de az új igazolásuk nem ment át az orvosi vizsgálaton, így nem játszhat a hétvégén. Csütörtökön pedig a klub vezetése közös megegyezéssel felbontotta a vezetőedző Bors Miklós szerződését, így most a Honvéd tavalyi vezetőedzője Baksa Szabolcs irányítja majd a csapatot az ET ellen. adventi nyitott műhelygalériák napja lesz vasárnap Gébárton. A 14 órakor kezdődő rendezvényen adventi koszorú készítés, gyertyamártás, ütőfás mézeskalács sütése, mézeskalács kiállítás és helyi kistermelők vására várja a résztvevőket. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Zegasztár. Szombattól a nézők is szavazhatnak. Projektzáró. záró. Elkészült a Kosztolányi utca két első üteme. Téli üzemmódban. Megkezdődött a krízis időszak a hajléktalan ellátásban. Ez volt az Alegerszegi Televízió híradója 2023. november 24-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió további műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!